Ezek a felvételek a legmagasabb fokozatú biobiztonsági laboratóriumban készültek Pécsett. A Virológiai Nemzeti Laboratórium szakemberei dolgoznak itt, az Egyetem Szent Ágotai Kutatóközpontjának épületében. Nemrég Brazíliából érkeztek ide virológusok, hogy kérjék a pécsi kollégák segítségét tervük megvalósításához. Brazil kollégák abban a tekintetben kerestek meg minket, ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis Dél-Amerikának nincs BSL-4-es laborja. A BSL-4-es labor azt jelenti, hogy a legmagasabb biobiztonsági besorolású laboratórium, itt Pécsen is van ugye egy. Ezekből a jelen pillanatban 66 van az egész világon. Na most ez megdöbbentő, hogy Dél-Amerikának miért nincs, éppen itt volt az ideje, hiszen Dél-Amerika éppen a betegségeknek az a forrópontja, ahol nagyon nem látjuk, hogy milyen újabb és újabb vírusok vannak még ott az Amazonasban, az Amazonas medencében, az erdőben, és az elmúlt, nem is mondok nagyot, az elmúlt 5 évben jó néhány új vírus felütötte a fejét, úgyhogy a brazil kormány úgy döntött, hogy most befektet egy ilyen laboratóriumba. Azonban a közös munka nem merül ki abban, hogy segítenek ennek a különleges labornak a létrehozásában. Közös munkát terveznek a brazil szakemberekkel, például az úgynevezett felbukkanó fertőző betegségek legyőzésében, korai felismerésében, kezelésében. Brazília egy forró pont ilyen szempontból, hiszen az ember egyre mélyebbre jut az Amazonas medencéjében, ez pedig növeli az újabb betegségek megjelenésének kockázatát. Ahogy egyre több természetes élőhelyet bolygatunk, zavarunk meg. Egyszerűbben fogalmazom, minél több erdőt vágunk ki, annál több ilyen fog ránk találni. És ugye Dél-Amerika most egy forró pontja ennek. Hallani, hogy Brazília ugye termeli ki az esőerdőt, stb. Hát ezek azok a kapcsolódási pontok, de még lehetne itt sorolni az afrikai bányász tevékenységet. Nagyon sok munkánk van, Bangladesbe építve vannak a kollégák, ott például a kiterjedt mezőgazdaság, a túlnépesedés. Nagyon-nagyon sok olyan kontaktust teremt, ami gyakorlatilag meg százszorozza, meg ezerszeresíti azt a találkozási számot, ami mondjuk sokan mondják, hogy nagyapáink idejében, akkor nem voltunk ennyien, akkor nem vágtunk ennyi erdőt, akkor nem jutottam el 24 óra alatt a világ másik felére. Tehát ez a bolygó, ami most élünk, ez a globalizált világ egy kiváló táptalaj vírusoknak. Ezért fontos, hogy épüljön ilyen magas biobiztonsági kutatóhely Dél-Amerikában. Felmerül a kérdés, hogy miért nem a közelebb lévő USA-ból kerestek meg ilyen laboratóriumot. Megvan az oka, hogy miért a pécsi virológusokkal akarnak együttműködni, tudtuk meg Kemenesi Gábortól. Az amerikai laborok nagyon fejlettek abban a tekintetben, hogy a valóban nagyon előre haladott, kizárólag laborhoz köthető tevékenységben ők nagyon jók, élen járnak. Viszont ami a braziloknak kell, az egészen más. Ugye pont arról beszéltünk, hogy erdőirtás, újra felbukkanó betegségek. Ezt mindenféle ilyen nagyzolás nélkül mondhatom, hogy itt Pécsen ebben bőven van tapasztalatunk, Dél-Ázsiától, Észak-Afrikán át Európáig. Mi pont azt a fajta munkát csináljuk, hogy mindig egy lépéssel így a járványok előtt járunk, mindig ilyen furcsa jelenségekre már felfigyelünk és kivizsgáljuk, és nekik is ez ütette meg a fülüket, hogy nekik is valami hasonló koncepció mentén kell majd működni, és emiatt találtak ők ránk, úgyhogy ezt a terepi virológiától egész a 4-es laborig történő munkafolyamatokat mi ezt így egy csomagba átadjuk nekik, és nagyon reméljük, hogy tényleg hosszú távú lesz az együttműködés. Fotó a brazil szakemberekről, akik már ellátogattak a pécsi virológiai nemzeti laboratóriumba. A pécsi virológusok itt készítik fel őket majd arra, hogyan kell dolgozni a magas fokozatú laboratóriumban. A tréningek mellett pedig további szakmai kutatói együttműködést terveznek a két ország között.